A Krónikák első könyve, 15. rész A szövetség láda mellé rendelt léviták Dávid házakat épített magának városában, helyet jelölt ki az Isten ládájának, és sátort vont föléje. Akkor mondta ez Dávid, nem szabad másnak hordoznia az Isten ládáját, csak a lévitáknak, mert őket választotta ki az úr, hogy állandóan hordozzák, és gondozzák az urládáját. Összegyűjtötte azért Dávid Jeruzsálemben egész Izraelt, hogy az úrládáját arra a helyre vitesse, amelyet kielölt számára. Összegyűjtötte Dávid Áron fiait és a lévitákat is. Kehát fiainak a vezetőjét, Úriét, és 120 rokonát, Merári fiainak a vezetőjét, Aszáját, és 220 rokonát, Géson fiainak a vezetőjét, Jóért, és 130 rokonát. Eli Cáfán fiainak a vezetőjét, Semaját, és 200 rokonát. Hebrón fiainak a vezetőjét, Eliért, és 80 rokonát. Uziél fiainak a vezetőjét, Amminádábot, és 112 rokonát. Ezután hivatta Dávid Cádók és Ebjátár papokat. A léviták közül pedig Úriért, a száját, Jóélt, Semaját, Eliélt és Amminádábot, és ezt mondta nekik. Ti vagytok a léviták családfői, szenteljétek meg magatokat testvéreitekkel együtt, és vigyétek föl Izrael istenének az úrnak a ládáját arra a helyre, amelyet kijelöltem számára. Mivel az előző alkalommal nem voltatok jelen, ránk tört Istenünk az Úr, mert nem az előírások szerint közeledtünk hozzá. Megszentelték azért magukat a papok és a léviták, hogy fölvigyék Izrael istenének az Úrnak a ládáját. És a léviták rudakkal a vállukra vették az Isten ládáját, ahogyan Mózes parancsolta az Úr beszéde szerint. A szövetségláda mellé rendelt énekesek Dávid megparancsolta a léviták vezetőinek, hogy állítsák föl testvéreiket, az énekeseket hangszerekkel, lantokkal, citerákkal és cintányírokkal, és zendítsenek hangos örömének.re A léviták föl is állították Hémánt, Júél fiát és testvérei közül Ászáfot, Berekjá fiát, továbbá testvéreik, Merári fiai közül Étánt, Kúsájá fiát. Velük együtt, másodrangú beosztásban testvéreiket, Zekarját, Bént, Jaziélt, Semirámótot, Jehiélt, Unnit, Eliábot, Benáját, Maaszéját, Matityát, Eliflét, Miknéját, Ubédedómot és Jeélt, mint őröket. Az énekesek Hémán, Ászáf és Étán a cintányirokat szólaltatták meg. Zekarjá, Aziel, Semirámót, Jehiél, Unni, Eliáb, Maaszéjá és Benájá a magas hangú lantokat. Mattitja, Eliflé, Miknéja, Óbédedom, Jeiél és Azazjá a mélyebb hangú citerákat kezelték. Kenanyá volt a léviták vezetője az éneklésben, ő irányította az éneklést, mivel értett hozzá. Berekjá és Elkána őrködtek a ládánál, Sebanyá, Jósáfát, Netanél, Amászaj, Zekarjá, Benája és Eliézer papok fújták a harsonákat az Isten ládája előtt, Óbéd-Edom és Jeiél pedig örködtek a ládánál. A ládát Jeruzsálembe viszik. Dávid, Izrael vénei és az ezredparancsnokok parancsnokok elmentek, hogy elhozzák örvendezve az úr szövetség ládáját Óbéd edom házából. Mivel Isten megsegítette a lévitákat, akik az Úrszövetség ládáját vitték, hét bikát és hét áldoztak. Dávid lenvászon palástot terített magára, csak úgy, mint a ládát vívő összes lévita. Az énekesek, meg anyja, az éneklés vezetője is. Dávid egy gyolcs éjfódot is viselt. Így vitte egész Izrael az Úrszövetség ládáját újjongva, kürcó, harsanák, cintányírok, lantok és citerák hangja mellett. De Míkal, Saul leánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az úr szövetségládája Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrándozva járja a szentáncot, ezért szívből megvetette őt.